a sellős vettem most elő, méghozzá egy érzelmi témára. Úgy gondoltam, mivel ugye ez egy vizes témájú taró kártyacsomag, nagyon jó az emberi kapcsolatainkra. Úgyhogy most azt fogjuk megnézni, hogy a párkapcsolatodban hogyan állsz a párodhoz, és mi az, ami segít abban, hogy a kapcsolatod harmonikus legyen. És erre nézzünk két kártyát. Az első tehát, hogy hogyan állsz a párodhoz néz ki az első lap, és mi az, ami segít, hogy harmónia legyen a párkapcsolatodban. Ez pedig a második, és akkor nézzük külön. Az első lap, a Kardok Lovagja, hát ez egy elég harcias ember. Egyébként ugye a gondolatok területére kalauzol és a küzdelmek világába, tehát azt mutatja, hogy egy picit türelmetlen vagy a párodhoz és esetleg lehetnek kisebb nézeteltérések, vagy kritikus problémák kettőtök között. És hát ahogy ez a, az ember, ez a hölgy, hát végül is egy sellő lány van itt a képen, fölfelé tartja a kardot harcra készen, olyan benned is most a hozzáállás, hogy egy picit harcias vagy, egy picit türelmetlen, és az segít a kapcsolatodban, hogyha Bot király energiáját használod, a bot király szintén egy nagyon határozott ember, de látod, neki nincs gard a kezébe, a jogarát is úgy tartja, hogy nyugodt és magabiztos. Tehát mindenképpen olyan hozzáállás segít, amikor határozott vagy és uralkodsz maga a magadon. Tehát egy erős önuralomra lesz szükséged, összeszedettségedre, magabiztosságodra és a bátorságodra, tehát tudd, hogy mikor van itt az ideje harcnak, és mikor nincs. Jó, tehát, hogy ez az, ami segít